Ez itt egy animációs workshop, ahol a klasszikus animációnak az alapvető technikáit tudják a látogatók kipróbálni. Négy munkaállomást állítottunk fel. Az egyik az a klasszikus rajzanimációra alapul, ahol ugye a hagyományos technikával, a világító dobozok használatával próbálhatják ki a látogatók a fázisrajzolást, amit a hallgatóink segítségével aztán rögzíteni is tudnak, és mozgóképet tudnak belőle összefűzni. Illetve ugyancsak itt egy a Zootróp nevű optikai játékot is kipróbálhatják, ugye ami az animációnak az őse. Ugye mivel az animációhoz nagyon szorosan hozzátartozik a rajz, ezért vagy arra invitáljuk a látogatókat, hogy egy hatalmas nagy ív papíron hát nyilvánuljanak meg, és bátran fessenek rá. És hát ugye ez tulajdonképpen, mivel ez egy hosszú ív, ez ugye ugyanúgy tekerhető, hát kvázi, mint egy film. A tárgyanimáció, ugye a nevében is benne van, az olyan tárgyakkal készül, amik esetleg hétköznapi tárgyak, csak ugye azáltal, hogy megmozgatjuk őket, ezáltal egy ilyen különlegesebb jellegük ké lesz. Ugye mi is itt építőkockát használunk például, de ugye nagyon sok példa van, amikor könyveket, vagy gyöngyöket, vagy nem, tehát nagyon sok klasszikus példa is van erre. A bábanimációnál meg ott ugye kifejezetten erre a célra készített bábokat mozgatnak, és a bábkészítés az ugye az egy külön, hát hogy mondjam, tudomány, váza van a bábnak, ruhát varnak neki, megmodellezik a fejét, tehát hogy a bábanimáció az ugye ez egy nagyon komoly előkészítést igényel, a díszletnek az elkészítése, a tárgy pedig az ugye hétköznapi tárgyak megmozgatása. Természetesen a 3D-re is nagy hangsúlyt helyezünk, mivel ugye a mostani, tehát a kortárs tendenciák azok ugye nagyon errefelé mutatnak. Hát ugye a workshopra visszatérve, itt csak azért nem jelenítjük meg ezt, mert ugye egy délutánban ez nagyon nehézkes ugye ebbe belevonni mondjuk a látogatókat, de természetesen a hallgatóinknak kiváló 3D-s szakemberek oktatják ezt a technikát, hogy ők is megtanulják modellezni, mozgatni, és hogyha majd végeznek, akkor be tudjanak kapcsolódni egy ilyen technikával készült produkcióba is. Az animációs műfajnak ugye az elsődleges megjelenési formája azok ugye a filmfesztiválok, és mi igyekszünk a hallgatóink filmjeit mindentől fesztiválra nevezni. Például az idén a CAF-on is a diákfilm kategóriába öt filmet neveztünk, és nagyon nagy örömünkre mind az öt film bekerült a versenyprogramba, úgyhogy ez nekünk már egy nagy eredmény volt. Illetve a Szolnoki Kézművészeti Filmfesztiválon is szerepeltünk, ahol díjat is nyertünk. Az EGRI diákfilm napokon is ott egy első díjat hoztunk el a tavaly, és most októberben lesz a Prima Anima Fesztivál, ahova szintén öt film bejutott tőlünk, úgyhogy nekünk igazából ez a legnagyobb megjelenési felület, de természetesen most ugye a BKF kereteire gondolunk, akkor minden rendezvényen, amit a főiskola szervez, mi mindenhol megjelenünk, és válogatást a filmjeinkből mindig nagyon szívesen mutatunk, mert van miből.